Kedves Petra, te nyerted el a helytörténeti pályázatot. Mi volt az a téma, amivel készültél, és miért pont ezt választottad? A Tisza szobor történetét kutattam, és a választásom azért esett pont rá, mert mindig is, tehát sokszor elhaladtam jövetmenet a városban a szobor mellett, és érdekelt, hogy van-e valamilyen forrásanyag róla a könyvtárakban, interneten, és meglepődve tapasztaltam, hogy nincs. És elkezdett érdekelni a szobor története, főleg Tisza István alakja és a debreceni kötődésem miatt. Éppen a centenáriumi évben ragadta meg a figyelmemet ez a szobor. Az egyetemünk ugyanakkor volt 100 éves, és mivel Tisza Istvánnal volt az egyetem története, ezért gondoltam, hogy elkezdem a szobor kutatását. Akkor egy UKTV pályaműnél kezdtem bele a kutatásba, és most teljesedett a munka ki a honismereti pályázat keretében. Szerinted mi ennek a pályázatnak a legértekesebb történelmi ténye, amit sikerült feltárnod? Szerintem az újszerűség egyértelműen. Másrészt az, hogy egy szobor sorsa hogyan alakulhat. Mennyire érdekes például, mennyi pesti szobor van, ami eltűnt, ide a pesti Tisza szobrot is értem, mennyi debreceni szobor van vele ugyanígy, és a szobor hogy kötődik egy ember alakjához, akit megformáz. Mennyire elválik a szobor magától, a testi szoboranyagától, a márványtól, és mennyire kötődik az emberhez, és mennyire meghatározza a sorsát, és milyen érdekes, hogy ez a szobor, speciál Tisza István szobrára gondolok, milyen hányattatott sorson ment keresztül, de mégis megvan, és mi újra értelmezhetjük a mai fiatalok a történetét, elszakadva a Tisza gyűlölettől, szeretettől. Hogyha most röviden fel kellene pontokban sorolni, hogy mi a tatatatatott sors ennél a szobornál, akkor mondjuk a kezdetektől, a szoborállítástól, magának az ötletnek, hogy állítsanak szobrot Tisza István, onnan nézve, néhány mondatban összefoglalva a mai napig, hogy tudnál ezt nekünk felsorolni? De, arra van szó, hogy Tisza István egy igen híres, sajnos azt kell mondanom, kicsit hírhet miniszterelnökünk, aki az osztrák-magyar monarchiához kötődött, mondhatni szimbolikus alakjává vált, és ezért kellett a halála tulajdonképpen a világháborút követően, azt követő önkényuralminak mondható rendszerben, ezért volt szükségszerű. Innentől kezdve pedig minden korban felhasználták az alakját. Tulajdonképpen a követő Horthy korszakban próbáltak Tisza hagyományaihoz csatlakozni, egy konzervatív irányzatot követve, éppen ezért merült fel a szoborállításnak magának az ötlete, hiszen az akkori kultuszminiszter Klevesberg Kunó nagy barátja volt Tiszának, és lélekben és szellemileg is társaságot érzett vele, közösséget. Így merült fel az ötlet. Az is érdekes egyébként, hogy ez az ötlet így került megvalósításra, de előbb Debrecenben Tisza, ugye debreceni kötődései miatt már volt ilyen helyi szoborbizottság, mely megalakult a Csokonai Színházban és az Olimpikában is szerveztek rendezvényeket Tisza emlékére, azonban itt anyagi okok miatt nem valósulhatott meg, és majd aztán a kultuszminiszter támogatásából vált ez lehetővé. És a 20-as években elkészült a szobor, megtörtént az átadása, utána pedig nyilván a balratombodás és a baloldali rendszer alatt már nem tudtak azonosulni szellemileg Tisza hagyományával. Éppen ezért volt akkor is szükségszerű az akkori eszmei rendszerben a ledöntése. Ugye ez is érdekes, hogy a bölcsészkar diákjai döntötték le a szobrot. Aztán pedig nagyon szerencsés számunkra, a mai kor számára, hogy a szobor elkerült vidékre, ott megőrzésre került, és végül felállításra is került. És az is érdekes, hogy ez szintén ugye a Fidesz egy jobboldali rendszer állította fel, és hogy ez mennyire lehet
befolyással a tisza szellem alakulására, végül azonban a dolgozatomban arra utaltam, hogy ha történettudományi szempontból nézzük, akkor nem ezzel a jobboldali eszmélyiséggel kell azonosulnunk, ahogy szerintem az akkori felállító kormány sem ezzel azonosult, hanem azzal, hogy meg lehet tisztítani ezt a tisza szellemet a ráragadt eszmélyiségektől. Említetted, hogy te minden nap eljársz a szobor előtt, ez miért van, egyetemista vagy? Igen, a jogi karra járok, és bár ott az orvosi és bölcsészettudományi kar van, a barátom az orvosi egyetemre jár, és én magam is sokat járok az ottani nagykönyvtárban, és ott szoktam sétálva eljárni. Hány év?